hogy szokták mondani ezek az Oscar-díjasok, hogy végtelen hálával tartozom elsősorban fiamnak, Ábelnak, és életem társának, Lacinak. Anyukám. Anyukámnak, apukámnak. Öcsémnek mindenképp, mert hogyha nem nyúztuk volna annyi gyerekkoromban egymást, akkor ez a kötet nem lenne. Anyukámnak, apukámnak feltétlenül, hiszen megtanítottak írni, olvasni, főleg olvasni fantasztikus könyveket. Jó, jó hatalmas. És most jöttök ti, akik jelen vagytok, és ez azért elég kínos, nem, amikor is szemtől szembe. Csordás Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy megszerkesztetted. M. Nagy Miklós, nagyon szépen köszönöm, hogy a barátom vagy. Szalóci Géza, nagyon szépen köszönöm, hogy olyan verseket és amilyeneket, és akkor az is biztatja az embert, hogy hát, ha érdemes. Ha szájok tikve, nagyon szépen köszönöm, hogy előadtátok, sat. Mehetne ez a végtelenségig, mert majdnem mindenkihez van itt valami közöm, és csodálatos, hogy itt vagytok. Viszont nekem állítólag itt fel kell olvasnom egy verset. Hogy húzhassam tovább az időt az Ákos barátom. Megérkeztünk. Kérem. Igen. Köszönöm. Itt két opció van, és a közönség választhat. Az egyik, hogy a Végtelenül Szentimentális Balkonládák című utolsó verset olvasom föl a kötetből, melynek megvan a maga katartikus hatása. De akkor mi lesz az este további részével, ugye? Ha most én lelövöm a katarzist. A másik, hogy eléneklem a hely indulóját, amit már nagyon sokan ismernek. Az. És igen, szívesen megteszem most is, aminek az a címe, hogy Humble Pie, amit talán tudtok, hogy mit jelent. Egyszer volt egy ilyen rockzenekar is, de nem ez a lényeg. Az angolok Humble Pie-nak az alázat keserű kenyerét hívják. Viszont egy másik értelmezés is van, az, amit én adtam neki. Mindjárt kiderül a dalból. Hogyha ezt választjátok. Igen. Van egyszer a katartikus szépes, és van egyszer a Humble Pie dal. Katarzis! Humble Pie! Na most mi lesz? Katarzis! Jó. Mindeket, egyiket. Hát akkor katarzis előbb, aztán biztosan. Jó döntés. Természetesen a rombolás felé, vagy roncsolás felé mindig jobb menni. Nagyon sokat tanultam a mai irodalmi kánonból, ha nem roncsolom szét a katarzist, akkor nem is érvényes. Balkonládák. Ma megöleltem a szomszédnénit. Tulajdonképpen nem is szomszédunk. Eggyel alattunk lakik, s régen az észak felé néző kis egyszobások egyikében. Lementem hozzá vasárnap délben, azaz egy kicsivel utána, nehogy tetten érjem az egyszemélyes, szegényes ebéden, ami mégis milyen takaros, milyen fűszeres, illatos és milyen kis nett abroszon terítéken tálalódik általa, saját magának, ahogy illik, és ahogy illet magunktól a tisztelet minket, mikor már senki mástól. Szóval én a ládáimból kiásott jó nagy trupp évelővirágok vittem neki, hogy mielőbb ültesse ki az üresen árválkodó cserépbe, és ő kávét főzött nekem cserébe. És tejszínport rakott bele, aztán beültünk abba az egyszem szobába, én a fotelba, ő a kemény székre, mert a puhától megfájdul a lába, és még egy jót beszélgettünk. Még elszülcsöltük a hibátlan kávét, majd utána még kiálltunk a keskenyke teraszra fölfele lesve, megcsodálni az én évelő virágaimat, amiknek a java mindig így késő tavasszal jön elő, hogy ő gyönyörködhessen benne. Na persze, ha a kertje azon a meredek hegyi lejtőn még mindig meg lenne, ugyan nem lelne örömet az ilyen gangos kis balkonládák szűk gyönyörében. De azért nem bántuk mégsem, hogy legalább ennyi, amiben mód van, a tágabb lelket belelehelni. Legalább alsó hangon, egy sor láda a gangon. Majd egy perfekt kávéval a kislány búderszagú özvegy szobába beülni, aztán... Tördelés. Aztán búcsúzásul, hogy beleleheljük, amennyire lehet az örömöt a virágok, és a másik közelségének tudata felett egy szoros, egy meleg, egy igazi hosszú ölelés.
ami a balkonládákkal együtt, ha alaposabban meggondoljuk, már nem is kevés. És akkor, aki tudja, énekelheti velem. Hát rám nézett földre büszke kart, forgatom számban a kis kanálka szart, amit nap mint nap adagol a kényszer. Földre nem hányom, szét nem prüszkölöm, hogy le ne nyeljem, csak azzal küszködöm, látszik nem gyakoroltam még elégszer. De van remény, hogy megjön az eszem, ha én tolják, már önként beveszem, bár undorít még, nem fogom kiköpni. Már nem csak lelkem, gyomrom is kitart, forgatom számban a kis kanálka szart, s le sem sem, hogy hol tudom kihányni. Volt négy jegenyém, két szilvafám, egy körtén, egy platánom. A ház még áll, de álmomban már nem talál. Óra, mintha állna, de fut a fürge gyom. A villanyoszlop kékje tőle lesz üde. Napszín is jut a kékhez, a mindjárt alkonyi. Egy eltévedt konténer, a fénye óra. Blokkházak ritmusára két kémény válaszol. Egy vízszintes betoncsík történik csak itt. Belőle hajt a kémény, rajta nőtt a jel. A graffitik barokja bíbor és ezüst. És mintha tükrözné ezt, az ég is úgy üres. Hang se látogatja, se füst nem festi át. Egy bőrön nem zörömböl, se mozdony nem zihál. A hiányok helyébe beköltözött az űr. Már úcska kis teraszt, a féle szocreál folyosónyi szűket, ami mégis, mintha élménytúra lett volna ülni. Nagy kaland. Ahonnan nyárdizájnos kovácsolt vasrácson át próbálsz nem nézni halálra ítélt fákra, de a mozaik, mint a padló, végül összeáll. Se gyep, se épp bokor, se szín, még rossz hinta ágy sem. Csak múlt idő a gazban ott alant, s kezedben elseférő éveidnek szétzilált, dört szélű legyezője, félpakli kártya. Körötte puszta semmi. Fölülle egy felhő próbál fellebegni a lopos égre, mit belángol a nap. Alant egy kutya a csalámba harag, és még a jótét gasztor ég szomjas pofája, a cakkos levél legyezi, mint hiába, innia kell. A patakhoz elüget és beleplatcsan, nagy teste a vizet szerte szorja. Mintha hártyás csíló szárnya nőne a fröcskölő gyöngyöktől hátára, s ahogy kimászik, a fal tövébe dül, minek plakátján, minek betonján szakadt plakát terül szét, így lobogják be a szegény vidéket, angyalszárnyakat növesztő töredéket.
Csikó kedvünkből sosem lesz hűlő múlt, sápat háttér. Nem csak, hogy nem felejt a test, de egyre jobban átél. Sose feledd, ahogy tanultad a testet. Az dadogott még, vagy csak te nem értetted. De változott, és te végül már nem győzted követni. És nem volt még mód szándéknak alávetni. Ülsz hideg vécéjén, csúf kis iskolának. Ott itt türelmetlen várnak már a társak. Éppen mint fiúk, mert a te késő 12 évet szemérmet bennük talált jobb menedéket, mint lánybandák magamutogató testi tanúsága tételében. Így vetett ki kegyetlen köréből saját nemednek egy vadtörzse, amiért hálás kell lenned mind örökre. Tehát az a szűk kis iskolai WC olyan nyitott, mintha mindenki azt nézné, ahogy ott ülsz a csészén, a cél nyilván eltévesztve, hiszen a gyermek még úgy hallgat a testre, mint parancsra, ami gyakorta becsapja, ahogyan most téged. Már rajtad a sapka, a kabát és bokáig letolt kortbársony nadrágos lábaidnál a táska, és már világos, hogy hiába. Ebből itt már nem lesz semmi, és hogy előbb-utóbb ki kell innen menni, de az a ragacsos rügy, ami nincs mese, kibújt már, megakasztott ebben. Hát csak tovább fújnál, vörösödnél, nyögnél, egyre erőltetnél, de semmi. És tényleg ki kell menned innét, mert ma vár még rád, mint aféle tragikus végszóra, az egész szarra a külön német óra. És akkor a fiúk is bekiabálnak, hogy nekik ennyi, ők tovább már nem várnak. És még egy nyomás, hogy legalább a németet elérjen. És akkor kiszakad belőled első véred. Őzike létem, én karcsú bokám. Idén nyáron, most 60 felett, hogy először láttam valahogy nagyobbnak. Egy rettentő hőséggel küzdő, cipekedő nap éjjelén, a zuhany alatt annyira megijedtem, mint aki egyszerre egész önmagát veszíti el. Semmi más megvastagodás ilyen riadalmat nem okozott még. Sem a comb, a derék, de még a meg nem szokható pékné felkarok sem, amik mintha arányaikban még mindig őriznék az örökkön ugyanolyan létjegyét. De a bokám, az én karcsú szép bokám, tehát a talmi biztosíték, és lesz eként az Achilles-i jel. Körül csupa rúzs. De nem elkenődik, vagy kezük remeg, hanem mert női voltuk csúcsán valaha, éppen ott volt a szájuk vonala. Erre akkor jöttem rá, hirtelen, úgy beledöbbenve, hogy kezem megállt, mikor túls rúzs vonallal egykori puha ajkamat először rajzoltam oda.
beszélgettünk. A Monpark előtt a steril szürkére burkolt térben, ahol te a biciklit kitámasztottad, én meg nehéz csomagomat a nyergére raktam. Tél volt, és mosolyogtunk. Egy kicsit havazott, és ez összehúzta a képet. Mintha úgy szórták volna ránk egy szép tiszta dobozba föntről a homorzsalékot. Nem vagy te akármiből, mondtam, hogy elhoztad ezt a hangot, mondtam. Ezt a kényes barokk holmit, mondtam. Az úttalan utakon, mondtam, amiken idáig jöttél. Mondtam, és a földre néztem. Hát ne kárhoztasd magad, mondtam, ha közben vékonyra kopott, mondtam, benned a szép remény, mondtam, mint a tornacipő talpa, mondtam, amiben jársz. Mondtam, és itt elakadtam. Semmi nem volt szörnyű. Azt akartad, maradjon ott, mint a fellépő ruhád is, de én nem akartam, hogy majd testetlen, inkben öltönyben, nincs kezeddel támaszkodva a gitárra, ott állj, most már mindig benne a szekrényedben. Te még nem akartad látni, érinteni se akartad, mintha undort keltett volna, úgy fogtad meg, mint egy békát. Vagy mintha parazsat inkább, mint legnagyobb kincset, amit nem lehet már, nem lehet majd. Mint legnagyobb veszteséget, ami a halállal érhet. De a gitárral fogtad fel, hogy itt nem lesz se már, se majd. Vagy meghalsz, és nem lesz élet. Neked a gitár mondta ki. Neked ott jajdult fel a tény, ahogy ezt meg kellett fognod újra, és végképp hiába. Te a gitártól tudtad meg, hogy most búcsúzol mindentől. Megléptünk egy rövid órára. Én a kiadómtól, te a családodtól, de elvesztettük egymást a nagy nyüzsgésben. Engem egy kedves ismerős tartott fel, te pedig egyszerűen elsétáltál mellettünk. Ültem aztán ott vagy két órányit az elegáns bézs napernyő alatt, a szürke műrattal székben, míg egyszerre rádöbbentem, a jóvá tehetetlen mulasztás keserves fájdalmával, élesen belépvágó csalódottsággal, hogy ez örökre elmúlt, ez már soha nem lesz, és nem tudok többé emiatt nem kétségbe esni, hiszen ez annyira magától értetődő volt, ha semmi, de ez tényleg biztos. Ha csak előbb köszönök el az ismerőstől, akivel semmi fontos dolgom nem volt, vagy ha hátrafordulok épp, mikor csüggő fejjel ellépdelsz mögöttem. Ha egyszer majd mindent ezt, akkor sem fogom tudni megbocsájtani magamnak. Ez a semmiség nevetséges, de mintha minden veszteségnél nagyobbat ütne rajtam. Ez az egy. Ez az egyetlen elmullasztott óra, amit a te drága, alig maradt illékony idődből még együtt lehetett volna. Együtt kellett volna töltenünk.
nem járhatod az agyad, ha nem figyelsz, akkor elszalasztod, amit épp élsz, és megtalál a halál. Így leszel halandó. Ettől félsz. A gyárvaszonyok. Egy szőrös csápú, hosszú lábú, karcsú hím. Röpköd a monitoromon. Volt egyszer egy ilyen társam még fenn a hegytetőn, akit Albertnek neveztem el. Ősszel jött menedéket kérni, és én hetekig tápláltam üvegtálkában, vízbe tett levélem. Ő figyelte, ahogy dolgozom, én meg a lupén át lestem, hogy iszik. Szívókája végén hogy szürcseli fel a vizet, vagy valamit a víz felszínéről. Már a kezemre szállt, így néztük egymást. Már nem félt a monitorra ülve figyelni az alakuló verseket. Amikor egy reggel halva találtam. Mintha elázott volna, úgy feküdt ott az oldalán, egész az íróasztal lapjára tapadva. Ott kint a tél közelgett, az ég beszürkült, elnehezült. Bent gyászba borult az íróasztal, a kis levél a vízben és a szívem. Csak napok múlva jutott eszembe, hogy végül egy árvaszonyok élete alig több ennél a pár hétnél, amit Albert ilyen komfortosan töltött el velem. Nézzük az ezer rács világát, és egyiküknek sincs sebe, se ki. De ő nem nyugszik, járkál lankadatlan, míg én a legkisebb kört se rovom. Ő fel s alá rácsoktól szaggatottan, én láthatatlanná tevő pontomon. És érzem fenségét. Lám, így killódik, akit szabadság reménye ostoroz. S ő ruganyos seggét felém fordítja, felcsapja farkát, és szembe utaz. Furra állat a csalán, sündisznó hát kacsalán, kívül véd még belül támad, hogyha elmész sír utána. Itt se minden csupa véd, aki vállal belefér. Szerződésünk bőrbe sütve, visszük egymást már örökre. Gyerek, kutya, szerelem, kíméletlen kegyelem. Míg az együtt létté válik, így kovászol, mint halálik. Hey! Egyedül él.
már rég összerezzen minden zajra, amit nem a madara okoz. Egy halott ember nevét viseli, akitől elvált, mikor az másodszor is megütötte. Ha olykor elutazik, unoka, húga és öccse, két rossz kedvű, rossz gyomrú fiatal eteti a madarat, de sosem marad el sokáig. Siet haza, hogy leltárba vegye, a távol létében tomboló vihar lesöpörte három virágcserepét, és rettegése honos zajait. Anyámat először lecsórikám szegény mamiszták, még csak 85 volt, és szívből felkacagott, mint egy bankfis. Mondom, még csak 85 alig volt, és előzékenységből számolta ki az aprót, mert a pénztáros felsziszett az 5000-es láttán. Egyel mögötte dolgott a középkorú nő. Most mit piszmog itt a fillérjeivel? Kettővel amögül szólt előre az emberek fiatalasszony. Jaj, csórikám, szegény mami, hát számolgassa már ki, ha neki már csak az van. És itt tört ki anyámból szinte hálásan a megértő szóért, az a csengő kacaj. Beszélt, hogy a húsvéti gyónást pünköstkor is épp úgy elfogadja majd az Isten, meg az ő fia, ha ők anyával kettesben vallanak, amikor mi őt a kórházból otthon ismét befogadjuk. Aztán megcsinálta maga magának az utolsó gyónást, mondván, ő már nem emészti tovább magát mindazon, amit rosszul tett, vagy ha hibással, sőt, akárha bűnösen, elengedi. És én azt mondtam neki, tegye, minden úgy történt, ahogy történhetett. Aztán én adtam föl az utolsó kenetet neki. Joghurtot evett, és hozzá túrós pitét. Aztán Laci adagolta, mert az én kezem annyira remegett, hogy nem tudtam etetni. Kereszt végül rendesen fölkerült a szája szegletébe, ahogy a joghurtot az ujjammal letöröltem onnan. És mert az elmúlt hónapokban nagyon meg akart tanulni imádkozni, az apró szemű, barna, alig korpuszos rózsafüzért körbe tekertem a kezén, és amíg remegve koncentráló ujjai végigperegtek rajta, azt súgtam neki, hogy azt mond, vagy gondol, amit csak akar, egész a káromkodásig. A nagy fekete zsákokban vagy 15-20 komplett patyolattiszta ágynemű garnitúrát. Egy kifogástalanul elegáns férfi téli kabátot, gyönyörű női prémgallérral és újvékkel. Több tucat műbör retikült a pufi méregzöld kerektől a fémfülű citromsárga szögletesig. Kb. 90 kemény nejlon irattasakot, nagyjából tucatonként más-más színekben. Rengeteg üres tubust, tégelyt, fiolát, üvegcsét, és még annál is több kenőcs, meg illatmintát. Viseltes papucsokat, sosem hordott márkás cipőket, és pár bontatlan csomag harisnyát. Egy kis,
négyzetes dobozkában, szilárdjaiból újra összeragasztott üveg karácsonyi fadíszt. Számolatlan kitépet belül műbörnotesz fedelet, és egy apró lakatkulcsokkal teli ékszertobozt.